erősíthetem a kutyám immunrendszerét azzal, ha porrátört C-vitamint teszek a tápjába? Átmenetileg igen, egy rövid, néhány napos időszakban akár valóban használhatjuk a C-vitamint, akár összetörve így, ahogy a betelefonáló, vagy az SMS-t író kérdezi, porrá törve, aszkorbinsav formájában, akár tabletta formájában, drazsé formájában, számtalan formában létezik. Akár van olyan kutya, amelyik a pezsgő tablettát is hajlandó elfogyasztani, tehát abban is lehet C-vitaminhez hozzájutni. Igen, a válasz igen, rövid ideig, néhány napig az immunitást egy magasabb hőfokra lehet tekerni, egy magasabb forgásra lehet késztetni, egy magasabb működésre lehet késztetni a C-vitamin adagolásával, ha túl kínáljuk a C-vitamint, de tartósan nem javasolt semmiképpen, hiszen húgykőképződése adhat okot. A szervezetben a pH eltolódással kapcsolatos folyamatos puffermechanizmusok egy idő után kimerülhetnek, mert hiszen tudjuk jól, hogy a szervezetben a kémhatás az egy rettenetesen pontosan meghatározott érték, azt próbálja meg eltolni egy tartós C-vitamin adás, pláne hogyha jelentősen túlkínáljuk a C-vitamint, tehát jelentős mennyiségben adjuk, akkor próbálja feszegetni a határait, de mivel a puffer mechanizmusok nagyon jól működnek a szervezetben, ezek tökéletesen kiegyenlítik ezt a kísérletet, ezt a hatáskísérletet, viszont ezek a mechanizmusok különböző anyagokat igényelnek, ezek az anyagok egy idő után kimerülhetnek, és bizony akkor okozhat ez valamilyen komolyabb eltérést, de leginkább egyébként a húgykőképződés miatt javasolnám, hogy ne tegyék tartósan a C-vitamint az ételébe a kutyának.